Sajtótájékoztatót tartott Földi Judit, a DK országgyűlési képviselője, és Fazakas Attila, a Fehérvárért Közösen Egyesület frakcióvezetője, a háziorvosi, illetve gyerekorvosi praxisok jövőjéről hétfőn délelőtt a Mésző Géza utcai orvosi rendelő előtt. Fazakas Attila kiemelte, fontosnak tartják, hogy minden praxis be legyen töltve Székesfehérváron. Itt az 52 felnőtt praxisból 11 üres, a 10 vegyesből egy nincs betöltve, illetve a gyerekorvosoknál a 24-ből 4 nincs betöltve. Fontosnak tartjuk, hogy ez pótlásra kerüljön, figyelve az orvosoknak, a szakembereknek a korfáját is, sajnos elég idős orvosokról van szó. Itt a 61 év fölöttieknek a száma megközelíti a 49%-ot, hamarosan nyugdíjba mennek, és éppen ezért szeretnénk erre megoldást találni. Földi Judit úgy fogalmazott, országosan is komoly probléma a megüresedő praxisok betöltése. Mi abban látjuk a megoldást, hogy bérlakás program indításával kellene vonzóvá tenni, hogy a lakhatásuk legalább megoldott legyen ezeknek a fiatal végzett orvosoknak. Székesfehérváron több mint 20 éve nem épült bérlakás. Az országgyűlési képviselő hozzátette, azt is szeretnék, hogy az önkormányzat szerződést kössön a Semmelweis Egyetem orvostudományi hallgatóival, hogy Fehérvárhoz kössék őket. Javaslatok szerint ezt úgy lehetne megoldani, hogy a harmadik évfolyamtól az önkormányzat fizetné a tandíjukat, illetve a lakhatásukban is támogatást nyújtana számukra.